Topolyán a nyugati temetőben a 44-es kopjafánál és emlékműnél 62 név szerepel. A folyamatos kutatások 83 ártatlanul kivégzett magyarról derítettek fel adatokat, számuk azonban bizonyára sokkal több. A megemlékezésen Csonka Áron, a VMDK elnöke arról szólt, hogy a kárpótlást és a vagyonvisszaszármaztatást még mindig várja a vajdasági magyarság. Kovács László, a VMDP körzeti elnöke pedig nehezményezte, hogy továbbra is kollektív bűnösként tartanak bennünket számon. Egeresi Sándor, a tartományi parlament elnöke alkalmi beszédében kiemelte, 2003-ban a tartomány nem ismerte el a kollektív bűnösség elvét. Folyamatban van a rehabilitációs törvénynek a meghozatala, amely reményeink szerint felülírja majd azt a törvényt, amely megbántotta és megsértette a magyarságot. És a rehabilitációs törvényen keresztül nem fogjuk elismerni, hogy elutasítják majd a kollektív bűnösség elvét. Miért fontos ez? Fontos ez önmagunkért, fontos elsősorban ártatlan áldozatainkért, de fontos a jövő generációjaként is. Meg vagyok róla győződve, hogy az az igazságtétel, történelmi igazságtétel, amelyre mindnyájan vágyódunk, meg fog történni. A 44-es emlékműnél a tartományi parlament elnöke, az önkormányzat nevében Bábi Attila polgármester, a VMS, a VMDP és a VMDK, valamint a Filmmúzeum civil szervezet képviselői elhelyezték a kegyelet virágait. A megemlékezők a városi parkban gyertyákat gyújtottak, mert a topolyai ártatlan áldozatok közül sokan a teniszpálya alatt nyugszanak.